A Kultúrházak éjjel-nappal rendezvény sorozat egyik részeként farsangi mulatságot rendeztek a Kulturális Központban február 17-én. A 2019-es Kultúrházak éjjel-nappal országos programsorozat részeként a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár több programot is szervezett. Egyike volt ezeknek a családi farsangi mulatság február 17-én, amelyre rengetegen érkeztek. Az évnek ezen időszakában a gyerekek heteket töltenek azzal, hogy kitalálják, mik szeretnének lenni farsangon. A Kulturális Központban minden évben megszervezik a mulatságot. Ez remek alkalom arra, hogy összehozza a családokat, a gyerekek új élményeket adjon. Megmutathatják például egymásnak a jelmezeket. Első programként kézműves foglalkozáson és arcfestésen vehettek részt a kicsik. Állarcokat készítettek, színeztek, a létszám pedig folyamatosan nőtt. Ezután következett az egyéni és családi jelmezverseny. Ebben az évben is megtelt a nézőtér szülőkkel és gyerekekkel. A jéghercegnő, mint láttuk, továbbra is nagy kedvenc a lányok körében, ahogy a különféle szuperhősök a fiúknál. Sok kis jelmezes érkezett a megmérettetésre, mindez jó hangulatban, gyerekdalokkal, mesékkel ötvözve telt. A versenyen a gyerekek egyesével léptek a színpadra, ahol bemutatkoztak. Elmondták, hány évesek, és megmutatták magukat a zsűrinek. A kreativitás, mint láttuk, határtalan. Nagyon ötletes és egyedi jelmezek voltak a gyerekeken. Nagy figyelemmel kísérték a többieket, kíváncsiak voltak egymásra. Nem csak egyenként mentek fel a színpadra, volt például csoportos produkció is. Amíg a zsűri elvonult, hogy meghozza döntését arról, hogy számukra ki a jelmezverseny győztese, a közönség részt vett egy vidám, zenés, interaktív gyerekműsoron. A brémai muzsikusok előadását tekinthették meg a Magyar Népmese Színház előadásában. Megőröltetni. Na de egyedül nem bírom fölrakni a szamár hátára. Tehetős pár uram, mert hát jöjjön, tehetős uram, jöjjön gyorsan, együtt csak fölrakjuk a hátára. Jöjjön, elmegyünk a vásárba, de nagyon lengém az öltözve, jöjjön, vegye föl ezt a mellét, jó? Nehogy megfázol út közben, hogy? Aztán, ugye pár uram, hogy azért visszük ezt, hogy megőrüljék és risz legyen belőle. Na, én azt gondolom, hogy cipelje inkább a szamár, jó? Föld!